Korábban nem látott sebességgel terjed a vírus, de közben gyakorlatilag stagnál a betegek száma a kórházakban, vagyis bőven bírja a terhelést az egészségügyi rendszer, így áll jelenleg az Omikron hullám Magyarországon. Orbán Viktor miniszterelnök reggel a rádióban megint köszönetet mondott mindazoknak, akik segítik a védekezést, illetve az oltási kampány lebonyolítását. Holnap újra egész nap előzetes bejelentkezés nélkül lehet menni oltásért több mint 200 helyre. Nem volt megállás a Miskolci megyei kórház oltópontjain, a várótermekben egész nap alig akadt üres hely. Ráadásul az oltási akció miatt délután már sem időpontfoglalásra, sem előzetes regisztrációra nem volt szükség, ezért a szokásosnál is többen érkeztek. Nagyon jó ez az oltási akció, ugye az embereknek nem kell sorba állni, nem kell regisztrálni, és egy lényegben azért jöttem, mert úgy látom, hogy így védelmet tudok nyújtani magamnak, és meg a többi embernek is jobban átvészelni ezt a helyzetet. Az oltások után bármilyen panaszkodni nem volt. Itt ilyenkor egyetlen nap alatt 7-800 embert oltanak be, többségében a harmadik oltásért jönnek. A kórházban azt mondják, az eddigi akcióhetek alatt sok tapasztalatot gyűjtöttek, így minden gördülékenyen zajlik. 3 óra körül volt a úgynevezett csúcsidőszak, amikor egy picit többen voltak. A várakozási idő akkor sem haladta meg a 15 órát. Felkészültünk erre emelt számú oltóponttal, személyzettel, úgyhogy vártuk a lakosokat. A kisebb településeken is folyamatosan oltanak. A Vámospércsi szakrendelőben 2 oltópontot alakítottak ki. Leggyakrabban 3. oltást adunk, még a mai nap folyamán is megjelentek 1. oltásra, nagyon sokan érkeztek, aminek nagyon örülünk, illetve megkezdtük a 4. oltást, erre is egyre többen érkeznek. Egyetlen nap alatt itt csak nem 60-an kérték a vakcinát. Volt, aki a családjával érkezett. Azért kértük, mert már a férjem is, én is már 65 évet betöltöttük, és szükségesnek láttuk, hogy saját magunkat is megvédjük, meg a családot, és bízunk benne, hogy nem fogjuk elkapni. Magyarországon eddig több mint 6.329.000-en kaptak oltást, nagy részük a második adagon is túl van. Csak nem 3,5 millióan pedig már a megerősítő injekciót is megkapták. Ezek pedig már a legfrissebb járványadatok. Egy nap alatt újabb 15.957 embernek lett pozitív a tesztje, és meghalt 65 beteg. 2674-en vannak kórházban, közülük 201-en szorulnak gépi lélegeztetésre. Minden elismerést megérdemelnek a kórházi dolgozók, erről beszélt Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. A miniszterelnök hozzátette, az oltakozás jelenleg is olyan színvonalon történik, amire mindannyian büszkék lehetünk. Ezek az emberek, köszönet a munkájukért egyébként, erőn felül teljesítve időnként, körömszakadtáig küzdve, minden lehetséges erőforrást mozgósítva, vállalva az áthelyezést, a túlmunkát, a túlszolgálatot, szóval mindent megtesznek, az egész egészségügyi rendszer mindent megtesz azért, és benne minden ember, hogy az embertársának, a betegeknek segítséget nyújtson. Orbán Viktor hozzátette, szabad, sőt kell vitatkozni arról, hogy milyen a jó járványkezelés, de ezt úgy kell tenni, hogy közben a védekezést ne gyengítsék. Amiben a mi baloldalunk kilóg az európai gyakorlatból, hogy hát itt kamu videókat gyártottak. Tehát az azért nem tudok róla, hogy bármelyik nyugat-európai országban előfordult volna, hogy tényeket hamisítanak meg, álvideókat, kamu videókat készítsenek, és úgy vitatkozzanak a védekezésről, hogy közben ezzel gyengítik a védekezés hatékonyságát. A miniszterelnök azt mondta, a baloldal továbbra sem tud különbséget tenni a kormány támadása és az ország leminősítése között. Ahogy pedig az itthoni védekezést támadják, az sértő az orvosokra és az ápolókra nézve is.